Ezt a a párásító podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velünk vannak. Pifkó Krisztián, Aliasz Mújó. És Pifkó Krisztián, Alias Mújó. Meg miket szokott még Fifika mostanában elrabolni előled? Alias? Meg a másik. Magyis. Múltkor igen, mind a kettőt előtte hirtelen gyorsan, direkt. De most nem fogja, ugyanis száműztük pont ezért a kis gonoszságért egészen Németországig, de nem a menekült hullámmal, hanem ő most valami konferencián vagy, vagy expón, valamilyen dohány expon van talán, igen, ha jól emlékszem. Igen, az. Úgyhogy azt mondta, hogy illetve nem mondta. Én kértem, hogy hozzon vásárfiát, amire hangosan felkacagott, de remélem, hogy azért valamit hoz. És, és ketten vagyunk, de de legalább akkor így a horáki nem fog bezörögni. Hú, pedig gondoltam rá, hogy a horákit nem is, de még van egy inci-finci mokacsínójé krémem. Hát ezt nem de hiszem, aztán... bocsánat. Most üzent a Fifika. Linc alatt vagyok valakinek, hozzak linzert? Mondjuk egy <laughs> csaj alatt jobb lenne. Én kérek elnézést. Köszönjük, nem kérünk linzert. Szóval gondolkoztam rajta, hogy a kis mokacsinó jégkrémemet eleszegetem itt az elején, kellemes a hasznossal, de aztán rájöttem, hogy csak szó a ház elejét a kanál miatt, úgyhogy nem, 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 erőt eszek magamon és nem jégkrémezem. Ú, pedig én behoztam a, a csokimat, és most ki is fogom próbálni, hogy mennyire zőrök bele ez. Nagyon. Igen? Igen. Hát legalább akkor most kicsit mindenki úgy érezhet, hogy fifika köztünk van. És majd mikor a nyálam összecsordul a, a magyarokrémes csokitól, várjál. Hmm. Hát nagyon finom. Jó. Meg volt a heti parasztság, teli szájjal. beszélni. Hallottam, hogy kettes fokozatba kapcsoltak az ízlelő bimboid. Hmm. És ebből tudom jönne mi? majd a harmadik fokozat, amikor a Bread of heaven kóstolnám. Ha, 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 ha. Elősz. Van nekem itt kanalom, amit zörgetni <laughs> tudok, igaz csak kávé mellé. Ilyenkor kávé? Kemény vagy. Hmm. Hát én jó forran, egész nap non-stop kávét iszom, de ilyen lájtos kis valamit. Szeretem az ízét, na. És mi történt veled a héten, Charlie? Hmm. Meghalni nem volt időm. Kitettem egy pár videót, meg uh, ki is fogok még, ha lesz, csak most, most tényleg csapatépítés után csapatépítés, után meló, holnap megint, utána hétvége megint, úgyhogy, úgyhogy minden csak kutyafuttában tudok csinálni, de... De hát elindult, vagy elindítottam, mert már annyira ideg voltam, hogy, hogy már mondanám, már mondanám, és kiraktam, vagy kiélesítettem, vagy beélesítettem, vagy ki hogy szeretné hívni, ugye ezt a, ezt a játékmókát, egy nagyon kezdetleges játék, nyereményjáték, de most nem, nem lájkolgattatunk, like meg nem, nem így mérjük, hogy ki, hogy, mit, és nem titkolt szándékom azért, mert hogy, hogy olyan készülékek is a palettán lesznek, amiket nem szeretnék elmondani direktbe, mert ugye ahogy folyamatosan alakulnak itt a, a leréviewzott cuccok, azok mennek a közösbe. Illetve egy részük, a másikkal még tervek vannak. Szóval hát vannak benne olyan cuccok, amik, amik azért egy kis odafigyelést és tapasztalatot igényelnek, és próbálom így valahogy szelektálni a, a tudást, és kicsit elő, előnyben részesíteni azokat, akik birtokolják a tudást, vagy legalább birtokolják az értő olvasást, és tudnak keresni a weboldalon. De, de most csak így nagyjából számoltam össze, hogy ilyen 60-70 ezer forint környékén járunk most, és, Hű. és ahogy, ahogy, hallottam, meg kaptam én máshonnan fölajánlásokat, lesz, lesz ez, még több is azért. Úgyhogy mához 10 hétre ki fog derülni, hogy ki mit nyer, het, addig pedig játszani kell, és ez a, ez a játék ötlet, ez nem titkoltan a, a Fear the Walking Deadből ered, hogy szépen adjunk neki egy ívet, és, és minden héten kelljen játszani, pedig pont most ugye a csapatépítő miatt sajnos lemaradtam a játékról, nem volt a hotelben AMC, nem tudtam tv gón nézni, tehát ezek az értéknövelt plusz szolgáltatások, amik azért jók, mert milyen jó, ha nem vagy otthon, Na, azt pont nem tudtam igénybe venni, úgyhogy tiszta ideg voltam, Borisszal nézettem a tévét, mondtam, hogy azonnal szóljál, hogyha a kódot kiírják, közben a feleségemnek mondtam, hogy amint hazaküldöm a szót, belépsz a Facebookomra, fölmész az EMC oldalára, ott belépsz, és akkor ott azt kattintod, amit mondok, de aztán le kellett le kellett <laughs> lőnöm a projektet, mert fáradt volt a Nóri, és, és nem akartam, hogy itt még fél tizenkettőkora Gépelő ücsörögjön, úgyhogy mínusz egy pont, de hát valahogy-valahogy meg kell. Innentől kezdve nem, nem hagyhatok ki egy rész sem, kemény vagyok. A, mm. a sorozatról meg majd, meg majd jövő héten helyett, te abban képben vagy? Le vagyok maradva egy epizóddal. Na jó, akkor, akkor, akkor jobb is, hogyha nem beszéljük ki, majd jövő héten jó, megcsócsáljuk mi volt még? Hát döbbenek folyamatosan ezen a, ezen a... Én már nem is helyzetnek hívnám, hanem ilyen tragikomédiának, kabarénak, és, és, nem tudom már minek az egyvelegének, amit... A ne, nemzeti helyzetre gondolsz? Hát is, meg hogy ugye, ugye azért Németország is észbe kapott, azért Ausztria is észbe kapott, most már, most már tulajdonképpen hát azért ők is élnének a jogaikkal, és felfüggesztenék a, a, az átengedést a határon, illetve újra vissza, mint az üvegtigisben hallottad, hogy újra bevezetik a márkát, nem a márkát vezetik be újra, hanem a határellenőrzést, Ausztria is, meg Németország is, meg ugye Merkel. Rúg, rúgják a Schengen-t Persze. Tehát így, így ez, ez, ez roppant konzekvensek, következetesek, ö, hát mert meglátta hirtelen, hogy, hogy nem kevesen vannak ő, meg azt mondta, hogy a gyertek csak. Úgyhogy ellentmondott saját magának is, és, és megdöbbent az, ami vicces egyébként, úgy felállított, föl, láttad azt a, azt a mémet? Matyi küldte a. Ja, azt te nem kaptad. A Tamlerem pörgött, hogy a, a Steam-en megjelent egy játéknak a kiegészítője, egy vonatos játék, ahol, ahol a, ez a. a Mehmet megszólhat. Nem, nem a medvek szónat várja már, Matyi Matyi, megkeresem, mert. Vagy nem itt volt, hanem egy másik nagyon titkos csoport van. Hát. Az az igazság, hogy már megint csak a. Fú, olyan aksikat látok, hogy rosszul lennél 30 ezer milliamper óra 25C. Hú, kirázott a hideg. Mert mm, nem kicsi cserébe nagy. Akkor, mint mondjuk a mint mondjuk a telefon dobozod, amiben megveszed mondjuk egy normális ötszolos telefon, annak Aha. a dobozát képzeled és, és ez egy aksi. Hát ez oké, okay. mit két boxmod, De két nagyméretű box igen, mod, csak aksi. Lehet, hogy ez hetekig ellen, itt, na ez lenne a tipikus Survivor boxmod aksi. Na de hogy kanyarodjak vissza, elkeserítő, ami a, a a határom megy ott a, én inkább a rendőrök szemszögéből mondom most, tehát az a, az a nem kapunk enni, nem kapunk inni, tűrjük, állunk, hóban, hát hóban nem, de esőben, jó időben, rossz időben, most meg amit ez a, hát csak dilettánsnak tudom nevezni ezt a magyar tévét, amit leadtak délután kettőtől, hogy hogy az egyik ember kérdez, a kinti riporter válaszol, de hallatszik, hogy a, Hát nem hallatszik, látszik, hogy a, a, a műsorvezető abszolút te nem figyel rám, mondja, nem, akkor nem hallgatta délután. Nem, és mi a helyzet nálatok? Nem. Hát itt vannak, itt, mert most már a tek is kint van. Tehát úgy van kint a tek, hogy kivonultak a, a, a BTR-ekkel, kivonultak a két vízágyúval, valami ezer rendőrt említettek már, nem kevesen vannak, és most már, most már azért van ott... Ö, tömegelés is, tehát nem csak a, a, a 40-50 kilós os készenlétések, hanem van ott azért izom is. És e, mire akartam kiukadni? Ja, igen, kérdezi, hogy mi van ott, és mondja, hogy itt vannak a rendőrök és izéhoz, és közben dobálják őket kővel, meg ezekkel az útszéléről föltört, tudod, ez a beton elemmel. Uh -huh és hogy, és hogy fönt egy rendőrségi helikopter jár, és hogy ne tudjanak egymással kommunikálni, ezért alacsonyan repül, zavarja őket. Vagy megkérdezi, ezután a mondott közvetlenül. És ez a helikopter magyar? oké, te, oké, okay, okay, bazd meg, de te ezért kapod a pénzet, hogy legalább figyelj arra a két mondatra, amit beszélsz a Ezért kapja a közpénzből Várja? a fizeténség. Ezért fizetem én. Igen, ezért fizetsz adót, Stop. hogy ő ne figyeljen oda, a munkája közben. Yeah. Hát ez az első ilyen helyzetük, aztán tudod, majd beletanulnak, majd, majd lesz még tüntetés, tudod. Kormányváltó hangulat, vagy mit tudom én. Hát szóval. Ja, honnan nem szalajtották ezeket az embereket, hogyha ilyen műsorvezető a triviális minimumot nem üti meg. Hát de gondolj bele, hogy nekik nem ez volt a dolguk, hogy egy 024-es van. Ö most kell megtanulniuk, hogy mert tényleg azt figyeltem nagyon, hogy volt 5-10 perces képanyaguk, és hogy tudnak erről két-három órán keresztül ezzel a 10 perces videóanyaggal folyamatosan beszélni ugyanarról a semmiről. Mert gyakorlatilag ez volt. És hívogattak embereket, hát azt az mondjam valami, nem tudom mi a helyzet, éppen az autópályán megyek lefelé, de kérdezzenek bátran. És akkor miről kérdezed? Hát semmiről nem tudod, hát nincs ott. Na, ah, szóval sajnálom én ezeket a rendőröket, hogy, hogy tényleg nem fogadhatják el a kaját, ha visznek le nekik, mert hallottam már ilyen önszerveződő csoportokról is. És mikor nem látják a főnökök, akkor a sötétedés után megköszönik és elfogadják. Döbbenet. Nem tudom eldönteni, hogy ez most hatásszünet, vagy leszakadtál. Akkor ezek szerint leszakadt, mújó. Megpróbálom újra fölhívni. Na, jól megszakadtunk az előbb. Jól. Hiába mondom, hiába ugatom, pofázom, hogy normális gépet kell venni, nem Windows-t. Normális volt ez a kis gép, csak már eljárt felette az idő. Vagy egy jó kis reinstall férne rá, szerencsétlenre nem tudom, majd valamit kifundálok. Na ott tartottam, és azt hittem, hogy annyira helyes ez, hogy átérzed a beszéd súlyát, és azért vagy csöndbe, hogy megrágod magadban a gondolatokat, hogy éppen sajnáltam szegény rendőröket, hogy az embereket etik őket éppen akkor, hogyha nem látja őket a főnökük. Elég gyász. De ezt még hallottam, tehát a, érdekes módon a mikrofon ment el, és a, a hangfelvétel állt meg, és olyan, mintha néma lettem volna, de hallottam mindent, úgyhogy odáig meg volt, amíg le nem tettél. <laughs> hiába beszéltem bele a mikrofonba. De hát ez, igen, ez mennyire durva, és mi, mi, mindeközben kimegy, és a, a sajtószóvívő megtelekültőli a világot, hogy napi 5000 kalóriás háromszori étkezés a kint szolgálatot teljesítő rendőröknek, amit akarsz, aztán, hát, aztán mégsem. Hát, kíváncsi leszek a végkifejletre. Hát egyre kevésbé szép ez a dolog, szép sose volt, de egyre, egyre gázosabb, amilyen irányba megy. Nem beszélve arról, hogy most itt kiirdetik a válsághelyzetet, vagy Mátán ki is hirdették. Ki az meg... Ked, Kedd igen. Jövő ked nem, jö? most Vagy most kedd Aha, aha. Hát én nagyon tartok tőle, hogy ezt a válsághelyzetes itt meg nem arra fogják használni, amire. Való, de majd meglássuk. Nem vészmadárkodok. Erről az jutott eszembe, amit belinkeltél első pontnak, és akkor itt át is csaphatunk az on topikba, hogy el akartak Én... temetni minket, nem tudják, hogy maguk vagy... elé mi történt. A Jaj, hát, soha nem tudják. Várjál, várjá, várjá. történt várjál. Várjá. És veled mi történt, mújó? semmi. <gül> <gül> Lett egy új, megjött végre az új hegedűtokom, mert le kellett cserélni, és nagyon-nagyon elégedett vagyok eddig, úgyhogy új hegedűtokkal járom a várost. Meg nosztalgiáztam egy kicsit szombaton, kérlek szépen, sikerült sajtóbelépőt szereznem az Offline Sport Games 16-ra és euh, én réges régen jártam minden évbe és fotóztam ott a görkorcsója versenyeket és most pont jó volt az időzítés és megint kimehettem a, -a versenyt fotózni és ilyen ezer éve nem láthat régi görkoris cimborákkal találkozni ez Várjál, ez ez olyasmi mint, mint a külföldieknél az X Games volt az az az, az igen a, emlékszem, sportba, hogy nagyon beütöttem a tökömet egy oszlóba Júj, nem vettem észre, csak mentem, mentem, mentem. És tudod, ezek a demszki oszlopok ott voltak, és, és pont abban a magasságban volt. Még most is fáj, ha belegondolok. Az kellemetlen. Éh. És hogyha már van ilyen fassa tokod, akkor ö, esetleg valamikor át tudlak cibálni, hogy ö, fölvegyünk egy intrót? Ö, én szeretnék írni egy intrót, meg minden, csak sosem jut rá időm. Nekem most megszereztem, az a, az a, úgy kezdődik a zene, hogy dam dam, dam 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 Ez valahonnan ismerős nekem. Igen, úgyhogy megvan a kottája. Ezt kéne. De nem mindegy, hagyjuk ezt az intrót. Már ráízítottam a egyik kedves zeneszerző ismerősömet, úgyhogy csinál majd intrót, aláfestőt, ótrót, anyámkényát. Jó van, a lupokat, akkor... úgyhogy megúsztad, megúsztad. Bár lehet, hogy föl egy-két hangot játszanod hegedűn, és akkor azt oda tudnánk csapni. Nagyon szívesen, csak hát nem szabad elfeledkezni róla, hogy én nagyon tanulom. Úgyhogy ne várjál tőlem hatalmas mindenféle trükköket. Hát nekem az is nagy trúváj, hogyha meg tudod húzni úgy, hogy egy normálisan hang kijöjjön belőle. Az azért megy, az három év után azért ciki lenne, ha nem menne. Na látod. Már többet tudsz, mint én, ebben is jobb vagy. Na. Szóval, És a téma. Ezen akkor. akkor semmi más nem történt veled? Nem, igazából. Nem. Meg melú, meló, melú, de hát azzal nem, nem kínoznék senkit ennek a történetével. Történet. Történet, történetével. Szóval, ha már témába csapjunk, te eltemessenek minket a témák. Szó szerint, mert mert ahogy ö, nem kisebíteném a, a munkádat vele, beraktad ezt a, ezt a témajavaslatot, el akartak temetni minket, nem tudták, hogy magok vagyunk, hogy jövőre lesz egy dokumentumfilm, és ez ennek a, a bevezetője. Igen, és ehhez van egy kis YouTube-kedv csináló videó is. Ezt tegyük, ezt ne is a kultúrába, ezt tegyük be, a show notes magába, hiszen az, az a, mit tudom is, hány másodperc azért nem egy akkora nagy tartalom, amit ne lehetne adás közben megemészteni. Nem, de nagyon ígéretes egyébként. Tehát egészen komoly dokumentumfilmnek tűnik. Jövő évben lesz a premierje, jövőre jelenik meg, és a, a téma pedig nem más, mint korunk és az e-cigaretta, hogy hogyan állnak neki kormányok, intézmények, hatóságok, a média, a gyógyszeripar óriásai, hogyan kerekednek föl, és próbálják kiirtani az írmagját is egy olyan dolognak, amit több, Ö, okos ember megfogalmazásában. A, 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 az egészségügyi felfedezések mai napig legnagyobbika, és, és hát azt a témát is felüti, hogy ebben az évtizedben ö, egy milliárd ember fog eltávozni a dohányzás miatt, és ennek az egy milliárd embernek intenek fitiszt ezek a cégek, és próbálják inkább föntartani a, a pénzt fialó, de halálos státuszkvót. Úgyhogy ennek jár utána, és ezt a témát járja majd körbe ez a nagyon ígéretesnek tűnő dokumentumfilm. Berakjuk, megnézzük, és várjuk majd akkor a végleges verzióját. Hát mikor kijön, akkor biztos, hogy megköpködjük, megnézzük, és kivesézzük, hogy mi is van itt. Ha egy kis on-topikot most dühönghetek, oh, bocsánat, off-topikot, ugye Megállapodtam egy, hanem megállapodtam, megkerestek, hogy csináljak review-kat. Uh -huh. Hirtelen akartam mondani, Gearbest, és <síns> beszéltem egy, egy emberrel ott, aki a kontaktom volt, és mindig küldtem neki a, az új videókról, hogy remélem tetszik itt a link, és egy idő után nem válaszol. Hát mondom, de mekkora egy paraszt vagy te. Ez egyszerűen -egy, egy ismerősnek jelölés, egy másik csaj, és írja, hogy hát a Gearbest-től van. Jó, mondom, de nekem a Viktor a kontaktom jó, de hát mostantól ő segítene nekem, és akkor megkérdeztem egy fél orrom, hogy de most akkor meséld már rá, hogy Viktor, mi a helyzet a Viktorra? Ő már nem dolgozik nálunk. Adjam föl, adjan adjam föl a, hogy tudjak adni kedvezményeket, illetve ne én tudjak adni, hanem adnának kedvezményeket azoknak az embereknek, akik az én oldalamról kattintanak. Mert most gyakorlatilag csak arra van ott az a link, az egy kampány link, hogy azt mérik, hogy mennyire hatékony az, hogy Aha. valakinek azt mondom, hogy vedd meg, és ott kattint rá. És úgy regisztrálják be, nem tudom, ismered ezt a serszél nevezetű weboldalt. Nem, és... de gondolom ilyen affiliate menedzselő. Igen, Pedro, Pedro Pedro, igen, igen. És és beregisztrálok, és várjak egy napot, és itt van, hogy, hogy feel free to contact, jó, hát mondom, már két napja beregisztráltam, írok már nekik, hogy what the fuck, és akkor most nagy nehezen válaszoltak, hogy hát az a baj, hogy nem angol nyelvű az oldalam, hát vassz meg, és akkor én értem, hogy hogy világnyelv, de hát van rajtatok kívül még n millió ember, aki, aki nem beszél, és, és én meg mondjuk abból szólnék x százhoz, vagy ezerhez, tehát Na mindegy, most megírtam a kiscsajnak, kíváncsi leszek a véleményére, lehet, hogy így ugranak a, 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 az állandó kuponkódok, most annyit sikerült kisajtolnom belőle, hogy... De ezt hogy... az az affiliétes oldal ott, hogy nem vagy igen, igen, oldal, igen, vagy igen, 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 igen. Nem a Gearbest, mert nem, azt mondom, nem, azért nekik sok feltűnt, hogy nem angol. Igen, 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 igen. Hát olyanokat mondtak, hogy hát nem, nem, TLD, jó így is, de, de nem TLD. Hát jó mondom, hát azért nem fogok én egy komot használni meg hogy leginkább ez, hogy ne legyen pornó az oldalon, és hogy nem angol nyelvű. Jó, bazd meg akkor nem angol nyelvű. Nem, lehet, hogy föl kéne raknom valami, valami tudod, ilyen, ilyen Google fordítós modult, ami átfordítja nekik geolocation alapján angolra, és akkor akármilyen hülyén is hangzik, de látná, hogy angol ha én ezt jól értem, akkor ez egy köztes third szolgáltatás, ami ilyen méréseket csinál, tehát közéd meg a Gearbest közé ékelődik nagyjából. Igen. És Nem és totálisan ugye... mindegy nekik, hogy milyen nyelvű az az oldal, ami átlinkel rajtuk keresztül, és ők mérnek, és írnak egy mezőt egy adatbázisba, hát, és tovább. Csak azért nem értem, mert hogy ugye bevételt én nem kapok, a Gearbest, én nem tudom, hogy ők, hogy vannak megállapodva a gearbest -tel de gondolom a kattintás után így is, úgy is lehet mérni, de hogy, hogy, az, hogy most mit számít, az, hogy milyen nyelvű egy oldal, de gondolom, ha orosz lenne, biztos meg lehetne oldani. Hát meg ez, hogy, hogy milyen TLD-n vagy, tehát nem halál mindegy komolyan becsattan a látogató egy linkre, egy affiliate kóddal, és átredirektelik máshol, és közben elraktározzák, -e -e hogy ez történt. Hol, hol az Istenbe szempont ez, hogy milyen top level doméned van, meg milyen nyelvű az az oldal, ahonnan valaki átkattint. Teljes agybaj. Na mindegy, hát ezt, ezt már oldja meg. Úgy hát ez mondom, olyan basszus, mint hogyha a céges Gmail beszólna, hogy miért magyarul, vagy, még magyarul levelezel az ügyfeleiddel. <laughs> Na mindegy. Bizarr. Az. Csak mert hirtelen zárogatom itt be az ablakokat, ezt is látom. Rohadjál meg, téged is bezárlak. Ö, ez egy kis intermedzó volt. Ö, de ha, ha már hülyeségről van szó, akkor, ö, akkor itt van a, az összes amerikai nemzeti park is, és természetesen Maci Laci. Amerikai jár ismét valamiben. Igen, igen megint élen járnak a hülyeségben, mert hogy, hogy van ez a régi-régi rajzfilm, amiben Maci Laci és Bubu folyton lopják a, a, kosarat, és mindig túljárnak a parkőr eszén. De hát úgy látszik, hogy nem csak a rajzfilmben hülye a parkőr, mert most épp ez a, ez a divatos cikk a héten, hogy, hogy az amerikai nemzeti parkokban betiltják az elektromos cigarettát, méghozzá azt mondják, hogy a tűzveszély miatt nem lehet sem ezt, sem telefonakkumulátorokat. Nem, nem, nem. Várjál. Nem, most fordítva van, ők, másik hogy hívjákra cik. mondták. E, Egészségvé, látogatóink egészségének a védelme érdekében tiltják be, és az a mobiltelefonos e, holmi az már egy e, gőzlér oldalról való reflektálás volt, hogy az egyetlen valódi ok, amire hivatkozhatnának, az a tűzveszélyesség lenne, de még az sem, mert ezzel az erővel akkor mobiltelefon akkumulátort se vigyen magával senki az erdőbe. Hát teljes homály, teljes agybaj. De teszem hozzá, hogy én nem is igazán látom át, hogy fogják ezt betartatni mondjuk velem, ha én oda kimegyek, mert hiszen tudod, hogy ez, ez nem egy, nem egy <laughs> gödölői grassakovics kastély méret. <laughs> Pont mint a macilaciba, ott bújik a bokor mögött a park <laughs> és les. <laughs> Úgyhogy igen, hát erre is majd lehet elkülöníteni Pénzmennyiséget kevés a parkőr, mert az e sem tudjuk kordában tartani. Múltkor is láttam, hogy felszállt a gőz. De ez, ez, ez nem ultra brutális, súlyos túlkapás. Tehát mondjuk egy nemzeti park, vagy közterületen, vagy ilyen területen, mi az Isten csinálsz, ilyen témában szerintem nem szabadja meg. Tehát ez olyan szinten amerikai alkotmány ellenes húzás, gondolom én. Most nem vagyok teljesen tisztában a, a jogi hátterével, hogy ez számomra elképesztő. Én mindig ilyenkor kezdek el keresni ilyen Transformers modokat, hogy tudod, vannak ilyen, ilyen nagyon termékeny ötlettel teli emberek, hogy mit tudom is én fémkólás flakon meg reparálva és, 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 abban van az aksi, és mintha a szívószál szívószál lenne, de nem az, hanem egy hajlított fémcsés, akkor úgy, úgy szívod az a drip tipped. Ez lesz Hát Amerika módjára természetesen ott a legkisebb ilyen flaska mondjuk 1,75 literes lesz, és akkor lesz majd benne, mit tudom, is én 6 ipari cella, és, és majd ott fogják, akkor azzal átszázni a, a készségüket. Hát, hogy egy ilyen 18 es aksi nem olyan nagy, pont azon gondolk, kezdtem el gondolkozni, hogy egy megfelelően kis dripper kazánnal simán lehetne egy ilyen asztma inhalátor. Igen, legyáltani. igen. Egy felső etetésű, al alulról szívós, és akkor fejjel lefelé. Nyomnád gőzölöd. Andornak vannak ilyen méretű bazári szarjai. Képzeld, ú, ledilleltem vele. Na. Ö, nem tudom, láttad-e az új beszerzését? Nem én, miért? Nem, volt? jaj, hát egy gyönyörű hellfire. Mm nem merte elmondani az árát, de úgy is kiderítem, és a, a review-ban se mondjam, mert keresztre fogják feszíteni, gondolom otthon, ha megnézik a videót, de nem menekül, Szandor, nincs titok ezen a földön, internet a világát éljük, úgyhogy ki fog derülni, mennyibe kerül, na mindegy, úgyhogy salisszal botonfidelős ö, cucc, 18-500-zal AV-aksi eredeti itt pihen, már töltöm, elvileg holnap el is hozom, Úgyhogy nagyon patent kis készüléknek tűnik. Itt ezúton is köszönöm, Claire Nem fogom elmondani senkinek, hogy hány száz ezer forint volt <köhöng> most. Hmm. No, Na, tehát az például ilyen, ilyen tökre, tökre patent kis kézbe passzolós méret szimpi. Úgyhogy ennyit a nemzeti parkokról. De ezt nézted a figurát egyébként? Mert ez tisztára, mint a rajzfilmből lépett a, ki. A, volt fénykép, a fénykép. Igen, igen. hát, nekem ez az a... kicsit olyan test, test, idegen, ilyen, környezet idegen, hogy valahol Washingtonban lefényképezkedett, de, de, igen, az a kalap, az az ősz bajusz, abszolút egy csak, hát mondjuk én, az ilyenek kezében nem nagyon láttam még iPhone-t, szelfizni. Mi, mi minden vadőrök ura ő. Április 16. Snaps fotó. Ja, hogy is hívják? Igen, Jonathan Jarvis uh, National Park Service Director. Hm. Ja, nem. nem nem tudok rá észszerű magyarázatot adni, mert ennyi erővel egyébként a nemzeti parkban található uh, gejzírekben levő forróvíz is kurva veszélyes, mert múltkor épp meséltük, nem? Vagy vagy, te, vagy nem itt mesélgettük a, a sztorit? A csávó, aki beugrott a két kutyája után? Nem, nem. Én le is, nem, le is Darwin, maradtam erre a Darwin. lehet, hogy pont nem voltam akkor. Abszolút a Darwin díjas, hallod? Beugrott a két kutyája, mert egyébként egy olyan, olyan ilyen forró víz lelő, vagy hogy mondják ezt, gejzír volt, ahonnan jön hideg is, meg meleg is alulról, csak valahogy ott a, az időjárás miatt el voltak apadva a hidegvizes csatornák, és a két, kutya, két kutya beleugrott játszani, na most hát elkezdtek visíteni mint az istennyila, utána ugrott, az egyik kutya az elpusztult, és akkor zárójelbe jegyze meg, 84 fokos volt a víz és a másik Jézus. kutyát, hogy kihúzza, szerinted mennyire égett össze az ember? Hát román főt az a család. Hát az. Azt a, a, tehát az egyik kutyát azt így meg tudta menteni, de hát saját magát kitette egy csodálatos bőr ö, transplantnak. A másik kutyát nem mentette meg, tehát akkor ez nem veszélyes, na, hogy kanyarodjunk vissza az eredeti témához. Hát na, most volt pár éve az a country énekes kis csaj, aki szintén valami amerikai nemzeti parkba kóbászolt, és megtámadta egy falkapréri kutya és túlélte, ha jól emlékszem, de hát ripityára szétmarták mindenhol, tehát ahol érték. Egy, hát egy falka, a kolyot, neked ugrik, túl szépen nem kerülsz ki a végén, tehát igen. Már hogy sakál? A, ne, préri farkas, a kolyot, az nem sakál. Ah, az én fejemben az izé volt, tudod, a kolyot, a a húból, és az nekem, mit tudom is én. Az préri farkas. igen. Jó, akkor az. Na mindegy, szóval tiltsák be a préri farkasokat is, akkor legyenek szívesek a nemzeti parkokban, mert hát ez sokkal-sokkal veszélyesebbek, mint bármi más. Tehát tiszta vagy baj. Néha egyébként tényleg azt érzem, hogy, hogy ez a túlzott óvás odafigyelés, hogy mindentől meg akarnak még a... És lehet, hogy ezért vagyunk ilyen hülyék egyébként, hogy minden Facebook csoportban 50 ötvenszer kérdezzük meg ugyanazt, mert leszoktatnak a gondolkozásról, az értő olvasásról, És a, és a az egyéni felelősségről. És ami nincs leírva, arra rákérdezünk. Hát egyrészt ez, másrészt meg, hogy az angol hívja a Nanny state, ugye, a, a gyerekfelügyelő állam, aminek mai napig nem sikerült jó fordítást találnom magyarra, és nem tudom, hogy van-e neki kifejezése, de ez az Apád helyett Apád leszek című állam és intézmények, akik majd jó, megmondják neked, hogy mi a véleményed olyan dolgokba is beleszólnak, vagy belepróbálnak szólni, ez aztán az égegy a világon semmi közük nincsen. Igen, tehát ennyi, ennyi, ez pont annyi szabadsága lehetne az embernek, hogy eldöntse, hogy elcigizik-e, és, és, hogy mondjuk a nemzeti parkban is elcigizik, mert végtérés nem egy malbóró menek vagyunk, hogy a lemenő napnál rágyújtunk egy hagyományos cigarettára, és a, a nyeregre rádőlünk, hanem elcigit szívunk. Tehát tényleg maximum az lehet a legnagyobb probléma, hogy valaki elhajítod a mododat, hogyha tönkre megy, vagy mit tudom is én, de hát hova hajítod? Mindenhol száraz a var van? Vagy, vagy, Tehát akkor ennyi erővel tüzet se lehet rakni? Mert ez nem igaz, mert lehet. A kijelölt helyeken. Igen, és nem csak a kijelölt helyeken lehet a mobiltelefon ugye, Öfkors. hogy visszatérünk a másik jó témához. Litiumionos akkumulátor, ugyanaz a technológia, szóval nincsenek ezek végig csak akarnak, nagyon akarnak, tehát az akarás látszik, hogy ők most valamit nagyon akarnak csinálni, Na és most nagyon beszabályoznak. Rád, mennyire figyelnek rád, hogy vigy vigyázunk rád, értsd meg, neked akarok jót. Hát tud, sőt, a bokor mögül, mert ugye onnan lesnek a parkőrök, vagy a vadőrök, előugrik, és magának nincs bekötve a cipőfűzője. Azonnal álljon meg, kösebe, baleset veszélyes. Emlékszel, hogy hívták a Maci laci a parkört? Nem, sajnos nem. De erre addig rákeresek. Maci Laci parkőr név. Én abban bízom egyébként itt az Egyesült Államok oldaláról egy picit, mert hogy ott most, ott most ők vannak az a két szék között a sehol, mint egy-két éve EU volt hogy gombamút szaporodnak a hülyénél hülye ötletek, még a másik oldalról próbálják terelgetni, és amíg ott az FDA nem vergődik zöldágra, hogy most hova is álljon, meg mi is legyen, addig, addig, addig rengeteg ilyen őrület, baromság és betiltás és, és agyatlan ö, szabályozás születik ott, hát mint ahogy látjuk is ahogy már mondtad a múltkor, és már már nem említjük meg őket, mert minden hétre jut 40, hogy most éppen melyik sarkon nem lehet elcigizni az Egyesült Államokba. De a, amit most, ha milyen irányvonalat ugye a britek elkezdtek tolni, én nagyon remélem, hogy ez begyűrűzik a, a, az amerikai köztudatba is, és az ottani hivatalokba is, és akkor talán egy kicsit normalizálódik a helyzet, és nem lesz ez a, ez a teljesen agyatlan, boszorkány üldözősdi mindenhonnan. Annyi derült ki közben, hogy a vadőrt csak simán Mr. Rangernek hívták. A vadőr, igen. <laughs> a vadőr. Ö, ami egyébként az, azért is fura nekem, mert hogy fú, de mennyire off vagyunk, hogy, hogy folyamatosan, folyamatosan Jellystone-nak mondták. Igen. És itt is úgy írták ezen a magyar oldalon, de hát az Yellowstone, ö, nem, ö, Jelly, így, Jelly. Ja. Stone, de hát az Yellow Stone. Elég sokáig Jelly Stone-nak mondtam én is. Hát figyelj, egész gyerekkorodban lesz hallottad a tévéből. Sőt, ez már az ofnak az offja, hogy én William Hanát és Joseph Barbarát én egész gyerekkoromban két csinos nőnek képzeltem el. Na ezzel nem vagy egyedül én is. Mert hogy Hanna és Barbara. Ami igazából Barbara. Igen. De, de, én is, Hanna Barbara, az, az két nők kész. Egyértelműen. Lehet, hogy tényleg mi vagyunk túl, vagy félreinformálva itt egyszigi témában is. Például. Hogy még egyszer? Lehet, hogy témába témában is mi informálunk félre mindenkit, mert azt hiszük, hogy az úgy van, ahogy mi mondjuk, aztán majd húsz év múlva rájövünk, hogy ez hát az nem is úgy volt de a vagyunk. De annyira tök nem lehetünk, hogyha a tudós társadalom legjava, és most már az angol népközegészségügyi nép állomány is mellettünk van. Sokkal fogékonyabb lenne rá a magyar ember. Nem tudom, hogy ez csak nálunk divat. Egyébként már ez a ez a már, már szinte szitok szó hogy brit tudósok. Hogy ők kicsit olyanok, hogy tudod, mindent mérünk olyan, mint a. Mi az Isten, ez az a tudod, az a könyv, ami minden hülyeséget lemérnek, hogy a leg leghosszabb tészta, meg a legnagyobb szendvics. Igen, milyen messzire szarnak, ahogy hívják, ok, a... Én a azt mondtam, kínisz, hogy ez könyve. Nem, nem, nem az, nem az. Volt valamilyen a, a világ leghülye, minden évben díjazák a világ legértelmetlenebb kísérleteit és, és kutatásait, és ott volt az egyik ilyen, szintén ilyen brit tudós kategória, hogy valaki éveken keresztül készített a statisztikákat róla, hogy milyen messzire lövel ki a széklet, az ürülék a pingvinekből. Nem is a baj, ilyen... hanem hogy elképzelem azt az embert, aki nézi, és és, és méri a mínuszfokokban ott, hogy milyen messzire kakál a pingvin. Úgyhogy igen, a, a, brit tudósok, mint olyan a kifejezés, az valóban egy sajátságos jelentéstartalommal bír mára, de nagy szerencsére a mi tudósaink nem brit tudósok, hanem a nemzetközi tudós élet elitjének a tagjai, úgyhogy nekünk nem csak brit tudósokkal vagyunk megáldva. Ha persze, csak tudod, benne van már ez az attitűd is, hogy ha ezt meghallod, hogy angol tudósok, akkor ráfűző, hogy brit, és akkor, akkor jönnek ezek a kellemetlen felhangok. Igen, ezen mondjuk az index brit tudósok rovatja sem sokat segített ezen a dolga. Ó, kifejezetten ezeket a hülyeségeket gyűjtögették nagyon sokáig. De hülyesége nem kell a szomszédba mennünk, mert, mert ott van a, ott van például a hármas pont, a négyes pont, az ötös pont, a hatos pont, a hetes pont. Igen, 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 igen. Ez egy follow-up egy, egy korábbi pár héttel ezelőtti hírhez, amire ugye mindenki emlékszik rá, hogy Nyilatkozatot tett az angol népegészségügyi, és most már tényleg 5 percet próbálva változtatni a témát, ilyen csöndben, elegásan, de nem. De most elmondjuk, hogy ö, ugye az aktuális tudomány aktuális állása szerint bejelentették, hogy igen, támogatják, 95%-kal kevésbé károsul, illetően az elektromos szigaretta a hagyományos dohányzáshoz képest, és igen, ez fontos, szignifikáns jelenség, támogatni kell, stb. stb. Ez volt néhány hete, és ennek mi nagyon-nagyon-nagyon örülünk és azóta is tart az adok-kapok a, a tudományos életben, ugyanis megjelent erre a Lancetben, ami egy ilyen brit orvosi ö, ö, online lap, megjelent névtelenül a, a Lancet tollából egy kritika erre a, 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 a bejelentésre. Nevezetesen ők azt támadták meg, hogy a... Összesen, talán az összes említett kutatásban, talán 180-valahány eh, tudós neve fordult elő. Na, ebből ők kinéztek kettőt, akik ráadásul közösen vettek részt az egyik kutatásban, 12 másik tudósal együtt. És ez a két tudós, aki az egyik egyébként a nevét ismerjük, mert nagyon sokszor felmerült már a Neve-Eltzégi körüli kutatásokban, és nem Dr. az, hanem Peter Hagsack. A másik eh, úriember nevére nem emlékszem. Na, ők eh, olyan. Eh, az összeférhetetlenségi nyilatkozatban ö, szó volt róla, hogy ö, részt vettek olyan kutatásban, amit olyan cégek támogattak, amik ö, vagy elektromos cigarettával vagy leszoktató termékekkel foglalkoznak, és ez elég is volt a Lancetnek arra, hogy erre hivatkozva, hogy az a tanulmány, amiben vélhetően, és ezt aztán dr. Farszalin azt gyönyörűen kivesézte, hogy fognak két embert, egy 14 fős kutatócsoportból két embert, aki egyébként szól is, hogy igen, mi egyébként ilyen fajta viszonyban vagyunk ezekkel a cégekkel. Fogják ezt a két embert, és az egész tanulmány, kutatási eredményt megkérdőjelezik, mint hogyha a másik 12 ember ott se lenne, tehát ez a, ez a, két tudós, a 12 másiknak a fejéhez fegyver tart, és azt mondja, hogy na most már most akkor az lesz, hogy ezt fogjuk mondani, értitek? Tehát ilyen, ilyen teljes hülyeség, és egyébként nagyon, ugye emlékszünk rá, száz valahány oldalon keresztül taglalják az elektromos cigaretta kérdését abban a, 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 a hivatalos brit egészségügyi jelentésben, és nagyon-nagyon-nagyon sok kérdést érintenek, és a Lancet kipécézte ezt az egyetlen egyet, ami a 95%-ról beszél, és megtámadta az egészet, és valami olyan nevet is kerített az egésznek, hogy a tudományos megalapozottságú félreértés, vagy valami ilyesmi, tehát nagyon próbálta leszedni a keresztvizet, és aztán erre a brit egészségügyisek válaszoltak a Lancet lapjain névvel, a névtelen vádaskozásra, hogy köszönjük szépen, hogy érdeklődéssel követik ezeket a dolgokat, és hogyha egy kicsit tovább olvasnának, és az egészet megnéznék, akkor talán látnák a, a, az összképet, és hogy kitartanak a véleményük mellett, köszönjük szépen, és ez van. És hazai vonatkozása is van a dolognak, ugye, mert arról az itthoni e, egészségügyi e, e, szervezetek a, az angol álláspontról, a hivatalos angol álláspontról egy büdös szót nem szóltak. Onnantól kezdve, hogy a Lancet lehozta ezt a névtelen fikázó féloldalas kis valamit, azt egy az egybe lefordították, és a dohányzás fókuszpontnak a honlapjára kitették, mint aktuális híreket. Aztán, hogy erre a brit közegészségügy válaszolt, erről megint nem szól a fáma, tehát kizárólag abszolút szűrik, és csak azt hozzák le, de azt valami elképesztő gyorsasággal ami megpróbálja alásni az elektromos cigarettának a, a népszerűségét, és hosszú lesz ez a téma, de hát rengeteg pont van itt, és ennek van egy friss újdonsága is, a, a, a brit közegészségügyi hivatal, vagy a brit egészségügyi hivatal, és más brit egészségügyi szervezetek közös nevezőre jutottak, és egy közös nyilatkozatot adtak ki ebben az egész kérdésben kapcsolatban, amiből Fölolvasnék pár bekezdést az elejéről, mert érdemes arra. Várom, szeretette. Mindannyian ezt, 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 ez áll a nyilatkozatban. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az elektromos cigaretták nagyságrendekkel kevésbé károsak, mint a dohányzás. E, minden kettő egész életen át dohányzó emberből egyik meghal a függősége miatt. Minden bizonyíték arra e, e, mutat, hogy az elektromos cigaretták által az elektromos cigaretták egészségügyi kockázata rendkívül kicsi, hogyha a dohányzás káros hatásaihoz hasonlítjuk mindezt. Ettől függetlenül milliók, dohányzók milliói azt a benyomást kapták, hogy az elektromos cigaretták legalább annyira károsak, mint a dohányzás, dohányzás a dohánytermékek fogyasztása. Az a felelősség hárul ránk, hogy egyértelmű információt nyújtsunk ezeknek az embereknek a tényekről. A mi feladatunk az, hogy biztosítsuk azt az egész 1,1 millió angol elektromos cigaretta felhasználót, akik e, átálltak a dohányzásról az elektromos cigarettára, hogy tartsanak ki emellett, és ne térjenek vissza a dohányzáshoz. Hogy egyértelműek legyünk, a közegészségügyi bocsánat, előre olvasok egy fél mondatot. Hogy egyértelműsítsük, a közegészségügynek nagy lehetősége ez az, ez arra, hogy a, a dohányosoknak segítsen a leszokásban. Tehát mi arra biztatjuk a dohányosokat, hogy próbálják ki az elektromos szigarettát, és arra biztatjuk, arra bátorítjuk az elektromos cigaretta használókat, hogy hagyják abba a dohány termékek fogyasztását teljesen. A többi már nem annyira érdekes, de, 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 de érdekes. Ismerjük azt, hogy az elektromos cigaretta a Angliában a legnépszerűbb leszokásra használt eszköz. Több mint tízszer annyian használják, mint bárki más, aki például a helyi leszoktató központokat látogatja. De azzal is tisztában vagyunk, hogy a leszokás segítő központok a leghatékonyabbak arra, hogy valaki valóban abba is hagyja a dohányzást. Amire szükségünk van az az, hogy kombináljuk a legnépszerűbb eszközt a leginkább hatékony szolgáltatásokkal, és ö, integráljuk ö, az elektromos cigarettákat, mint ö, termékeket ö, a, ezekben a tevékenységekben. Na, egy kicsit csúnya lett a vége, minden esetre ez a, ez a jelenlegi tudomány jelenlegi állása szerint, és a történelem és a tények jelenlegi állása szerint a komplett angol egészségügynek, és az egészségügyel foglalkozó egyéb angliai ö, szervezeteknek a közös nyilatkozata. Hát, csodálatos úgy, hogy így, kíváncsi vagyok erről a dohányzás fókuszpont, meg fogja -e emlékezni vagy szépen a szűnyeg alá söprik, és várnak a következő negatív eh, kampányra, hogy az gyorsan az emberek óra elé tehessék. Tehát itt most arról van szó, hogy az angol közegészségügy teljesen egészében elfogadta a, a tudományos bizonyítékok tárházát, és élni kíván azzal a lehetőséggel, amit az elektromos cigaretta a, a, a dohányzást abbahagyni kívánóknak eh, nyújt, és eh, és és, 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 most belekavarodtam, hogy mit akartam mondani. És ettől függetlenül mi tudjuk, hogy mi lesz a dohányzás fókuszpontnál, mondjuk két-három-négy hónappal később mire sikerül feldolgozni ezt a bődületes mennyiségű információt, erre gondoltál? Igen, köszönöm szépen. Kérlek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ennek lesz némi hatása, ha ránk nem is egyelőre, de hogy talán egy kicsit ugye az amerikaiak szeretnek oda-vissza nézegetni és ötletet meríteni a pocsója két oldalán lévő két országnak a régi baráti viszonyára való tekintettel. Úgyhogy talán ez a, ez a fajta felvilágosult, józan és, és a tudományos tényeket nem figyelmen kívül hagyó álláspont talán ágyűrűzik oda a víz túloldalára is. Hát azért tegyük hozzá, hogy hogy nekünk is azért, azért, bár nem beszélünk róla, de a TPD az folyamatosan csak jön, jön, jön. Tehát nekünk is hatással kell, hogy legyen ránk. Az meg, az meg direkt csak pozitív lenne, hogyha mondjuk először a, a, az amerikaiaknál, ha látnánk azt a, azt a tendenciát, hogy mit tudom is én a heti, ha leszűkítem, és, és nem azt nézem, hogy 80 helyről olvasom ugyanazt, hanem hogy az a heti 4-5 tiltásról szépen elkezdenénk csökkenni, és, és én nem azt mondom, hogy hirtelen mindenhol, de, de ha azt látnánk, hogy ebből egyre kevesebb van, akkor lehet, hogy ez ilyen öngerjesztő folyamatként oda-vissza működne Anglia, USA, onnan-vissza, és, és folytatnák a csorda tudod, hogy hát ha ott, akkor talán itt is. Hát meg hogyha megnézed, ugye nincs akkor a csattanója, vagy nincs akkor a hangja, a visszhangja a médiában annak, hogyha mondjuk egy ilyen brit királyi kollégiuma, nem tudom én milyen kutyafüle orvosoknak stb. mond valamit, az összehasonlítva azzal, amikor mondjuk azt hozzák egy szalagcímbe, hogy az FDA azt mondta, hogy, meg a CDC azt mondta, hogy, tehát ezt is sorozatokból ez a, ezek a betűhármasok, ezek mindenkinek sokkal-sokkal ismerősebbek, és azonnal rááll a szeme, hogy úristen, mit mondott az FDA, ott biztos sokos emberek vannak, pedig hát több ezer kevésbé okos és okos ember váltogatja ott egymást, és attól függ, hogy az adott poszton éppen ki van, hogy milyen irányba tolnak valamit. Tehát, hogyha ez oda elgyűrűzik, és mondjuk egy ilyen közös CDC, FDA nyilatkozat látna napvilágot, mint ami most Angliából jön az elmúlt hetekben, akkor az, az akkora pofon lenne mind a mi kis úcéli dohányzás fókuszpontunknak, mind a nemzetközi sajtónak, hogy Hát persze, a mert tudod, mi van. lenne, hogy hogy behívnák, hogy Pisti, Pisti, gyere már, gyere már, hallott találtam valamit, fú, nagy gáz van, gyere, gyere. Figyelj már, lehoztuk másfél éve, hogy FDR ra hivatkozunk, és hogy fú, meghallnak az emberek, ha szívnak, Nézd már most, mit írnak. Fú, ki. Csináljunk úgy, mintha nem olvastuk volna, ne hozzuk le. Ne, ne, ne. Szerintem tiltsuk ki, tilcsuk ki a, a, az USA IP címeket, ne tudja senki elolvasni. Ah, nem tudjuk megcsinálni. Assza meg. Akkor csináljuk úgy, hogy az előző az csak egy, az csak egy kontrollcsoport volt, és tulajdonképp tényleg egészséges. Ó, nem tudom, nem tudom, hívjunk össze egy meetinget. Na szóval lesz itt még fejtörés részükről szerintem. Az biztos, hogy ahogy mondtad nekem, a magyar televízió jutott eszembe erről. Az a, hogyan ne tudósítsunk történésekről. <that> <that> Valahogy igen, hát ilyen jelentéktelen intézmény, mint az FDVS, hogy oh, nem, nem látás semmit, nem ezeket a droidokat keresed. Igen, <laughs> de mindegy, hát valami elkezdődött, tehát most már tényleg nem csak mi, mi kiabálunk legalább, és hát így említetted a TPD-t is, ugye két hét múlva kerül a, a, az EU bírósága elé a Total Viquid TPD ö, megtámadó ö, indítványának a, a tárgyalása, úgyhogy két hét múlva már okosabbak leszünk abból, hogy mit mond az EU erről az egész dologról. Nagyon-nagyon kíváncsian várom. Ja, azt én is. Van nekünk egyébként egy, egy olvasói élmény beszámolunk. Ugye téma volt ez, hogy mi a helyzet Amsterdamban, és mivel mi nem tudtunk releváns napra kész információval szolgálni, ezért maradt az a vonal, hogy ő kiment és felderítette. Jegyezzük meg zárójelben, hogy azért még vannak fehér foltok, úgyhogy vissza kell menni még egyszer. Ugye itt azt mondja, így próbálom gyorsan átfutni és zanzásítani kicsit. Kint kevés a dohányos, véperből sem sokat látni az utcán, viszont téged megnéznek, de nem azért, mert bajuk lenne azzal, hogy elcigizel, hanem nem gondolják egyszerűen az, hogy elcigicisz, mert hiszen, ami volt múlt héten is, hogy, hogy, hát nem ebből, tehát nem az, hogy a tankba belerakják a, a likvidbe a zöldet, meg a hasist, meg a mit tudom is én MDM-át, hanem, hanem mindenféle ilyen dry herb atomizereket használnak, és hogy kint ugye erre használják jó részt, és ott tényleg a, a, ott egész meg van fordulva arányaiban a, a, a száraz uh, content, száraz tartalom gőzölöktetés és a, és a likvid fogyasztás. Tehát ők egyből arra gondolnak, hogy te a szívsz. Um, pár embertől megkérdezte, hogy lehet-e vépelni, és, és egyből a válaszoltak, vagy kérdeztek vissza, hogy, hogy marihuána van benne. És mikor megtudták, hogy csak egy akkor az volt a válaszuk, hogy hát persze, hát ezeket mindenhol lehet szívni, nem. A boltok számától nem volt elájulva, a belvárosban nem is talált, és azt mondja, hogy Szeretett volna a likvidet hozni, de pont ezért nem tudott. Vannak olyan régiók, városok, ahol inkább elterjedtebb az egész egy cigaretta őrület, de ott, ahol a, a, a párásító csoport tagunk volt, ott nem ez volt a jellemző, ezt egy, egy ottani fiatal mondta. Illetve hát az, hogy ami még érdekes lehet, hogy volt kint pont akkor egy, egy webfest vagy valami ö, kiállítás, ahol egy ilyen laza 50 ezer embert összefújta szél a világ minden szegletéről, volt ott ö, holland, angol, amerikai, kínai vaper, és hogy milyen készülékeket használtak, mert hogy az amerikaiak, akiről tudod, mindig azt látjuk a videókban, hogy, hogy valami ö, szabómra tekert, ö, ö, egy meha szabóm, és köpik a nagy gőzöket, és mondják, hogy amit tulajdonképpen én is, amit láttam, hogy, hogy egyszerű, ö, nem felújítható, hanem, hanem ezek a kis, ö, kis hát most már egyre nagyobb fejű ö, mondjuk kengerek, CF maxok, -ok, Atlantis megák, ö, tehát semmi olyan, olyan nagyon durva cucc, ö, nem igazán látott olyat például, mint ami neki is volt a kezében. Üh, mi volt még? Azt írja, hogy hát általában ott ugye a szabtank ment egy sima varivattos modról, tc-s eszközről nem igazán látott hajtani semmit, RBA-t meg, meg tankos kazánt meg nem is látott senkinek a kezéből vagy kezében. Üh, a dohányosok meg érdeklődve kérdezték, hogy, hogy mit művel, és hogy mi az a kezében, és jó-e az neki. Tehát ilyen szinten nem voltak ott képben a dologgal, és hogy egy, az az egy darab emberrel találkozott, akit zavart a gőz láthatóan. Egyébként azt írja, hogy amerikai volt a hölgy akcentus alapján, és a, a repülőtéren, a dohányzónak kijelölt kalitkában, tudod, ahol a repülőtéreken van ez, ahol nagyon szívják el a, a dohányfüstöt, és egyébként ott össze van zárva mit tudom is, én 50-60 négyzetméteren sok-sok ember, tehát oda bement cigizni, és a, a dohányosok füstölése mellett őt ez az egy darab fekete ribizlis likvid zavarta a kurvára, és ennyi volt a a, az élménye, illetve hát annyit írt még, hogy remélhető jövőre eljut majd egy ercigi boltba is. Köszönjük szépen egyébként a, az, az élmény beszámolót. De hát pont a webshopokat nem, nem ismertük meg, vagy nem tudtuk meg, úgyhogy tényleg valakinek el kell oda menni, vagy nekünk pont. Egy, egy párásító kirándulás. Charlie, nagyon fogsz engem utálni. Kell... Mondd, mond, mond, hogy rögzíted a sávomat. Persze, hogy rögzítem a sávot, mert nem kapcsoltad be. Nem. Most erre Vissza Visszahívtál, pedig itt volt, még be is lőttem, és én úgy emlékeztem, hogy megnyomtam a gombot, és most nézem, hogy minden rendben van-e, átmegyek az ablakra, és csontüres az egész. Erre mondja barátom, ha nincsen Csabia, oh. legyen Robia. Igen. Jó, hát szokni kell még ezt az új vigyót. Most már nem kezdem el akkor majd most Fifikát azzal fogom fölidegesíteni, hogy most már a hangot kezdi megütni alulról a, a hármas alát, de nagyon behallatszik a fejhallgatód is, úgyhogy kéne egy új fejhallgatót is venni, ami zárt, és legalább 40 ezer forint, és akkor szerintem ott ledobná az égszíjat. Hát ez határa csillagoség. Nem? És azon is túl. Búliban. Na, menjünk tovább. Elfogytak a témáim. Neked van még Nekem nincsen, kérlek szépen. Az jutott még eszembe, hogy ha nem felejtem el megint, akkor, akkor most ezúttal nekifutok és megérdeklődöm a hollandokat, hogy, hogy mi a helyzet bolt és, és, forgalmazás oldaláról. Ezt írjuk már, mert akkor a jövő hétre ide beírom, hogy holland Jó, így, így, csak nem felejtem el. Oké, okay. azt majd be fogod rakni jövő hétre, beírod elé, hogy fa papucs kérdőjel. Szóval igen, ne felejtsük el, hogy ez azért, mert <kül> Ö, és egy kis változtatási javaslat, vagy kérelem, most nincs itt a Fifika. Mi lenne, ha ketten csinálnánk tovább ezt a podcastet? Nem kell a Fifika ide. Én is így, ezen ezen 70 valahány adás óta gondolkozom. <kül> hogy a francba lehetne kirúgni? De most már kétszer nem volt, meg tudnánk neki mondani, hogy bezzeg, mi egyszer se hiányoztunk. Ki vagy? rugva! Az nem igaz, én hiányoztam tök sokszor, úgyhogy illetve hát hiányoztam a kutyának, nem voltam tök sokszor. <laughs> nem, nem ezen gondolkoztam, hanem hogyha <kül> kicsit a struktúrájában változtatnánk, mert ö, vannak ö, notórius ö, Elégedetlenkedők. Vagy én nem tudom. Akik, akik úgy gondolják, hogy mi két órákat tudunk beszélni folyamatosan csak az eccéről, és hogy milyen újdonságok vannak és holmit tiltanak be, és engedélyeznek, ez hát képes. már a precedens, de hát nem Igen. mindig sikerül. Szóval, hogy nekik jót tegyünk, mert mi ilyen srácok vagyunk igazából, ha őt nem érdekli mondjuk az a téma, ami minket mondjuk igen, a sorozat, akkor csináljuk szerintem azt, hogy, hogy az olvasói kérdéseket megcseréljük a sorozattal, és akkor akit nem érdekel a sorozatos rész, azot, az ott, azt mondjuk, hogy sorozat, akkor lekapcsoljuk, és nem fogja tudni mondjuk, hogy miért lett ez az adás címe, vagy ha esetleg jön még valami pár perces ötlet, akkor, akkor abból is kimarad, de de nagy biztonsággal akkor lehetne tudni, hogy jó, akkor az utolsó 5-10 perc az, az a sorozatnak van számva, és a, és a, és a tehát a videónak, kultúrának. Hm? Nekem jó, abszolút persze, ez így észszerű javaslat. Még az jutott eszembe, hogy ha az adásidő felsrófolásán dolgozunk, akkor megpróbálhatnánk talán egy kicsit lassabban beszélni, Charlie és így már is két, három, négy órás adásokat is össze tudnánk hozni, ha Egy így beszélnénk. Az a baj, hogy az a szoftver, amivel dolgozom, az föl van erre készítve, és meg lehet neki határozni azt a, a küszöbértéket, ami fölött a, a, a szüneteket szépen megnyírbálja, és szinkronban így összetolja az egészet. Szóval a mostani mit tudom is én, nettó egy órás adásunkat, ő még lenettósítaná még jobban, és csinálna belőle mondjuk 35 percet. Hát ne kapcsolt be ezt a feature-t. Nem, és, és használjuk ki, hogy mikor így beszélünk, akkor majdnem olyan szerintem, mint hogyha értelmes emberek lennénk, és nagyon gondolkoznánk közben valamin. Igen, nekem is az a benyomásom kelt, hogy, hogy ez olyan komolyságot kölcsönözne az adásnak. Egyértelműen. Mint amikor politológusok beszélgetnek a televízióban 11 után valami rendkívüli, mélységű és fontosságú témáról. Elnézést. Ö, hallottam, hogy annyira benne voltál ebben az egész témában, hogy nem szerettem volna, hogyha esetleg a közbeszólásommal kizökkentelek a gondolataidból. De, Semmi gond. De szerintem Próbát. is jó a meglátásod. Ö, mindezt úgy, hogy talán föl kéne rajzolnunk, vagy esetleg sorban végigmondanunk a mengyeleje féle periódusos rendszert, hátha, de ismétlem, hátha találunk összefüggéseket benne. Köztük és az ősi magyar törzsek neveik között. <laughs> Na jó, <laughs> nem, ez tehát Szerintem ez kurva Elmondom neked, ú, ezt tudtam volna még egy 15 percig csinálni. Egy erre szerintem csináljunk egyszer egy ilyen csillautadást. Jó, jó. És az lesz az az adás, tudod, amit hát nem tudom, biztos van a, a, androidos kliensekben is, hogy, hogy normál sebesség, másfélszeres, kétszeres sebességgel is jó, lehet hallgatni, jó. és az lesz az adás, amit végig lehet kétszeresebb pörgetni, és még úgy is lassú lesz. Oké. Okay. De tényleg egy komolyságot kölcsönöz az egésznek. Is. Meg most rólad, a kacagásodról, Megint beugrott nem Macilaci, hanem, hanem egy másik rajzfilm. Az a. Jaj, nem jut eszembe a, a kutyának a neve. Amikor igen, autó, igen, meg igen. volt egy bajszos, magas fasz, és mindig ó, így, így röhögött, mint te. <coughs> nem így. Ja, nem, most csak De Menjünk. igen, nem jut eszembe a, a fenében, na mindegy. Menjünk akkor az olvasói olvasóikért. Szerettél volna még valamit esetleg? Nem, nem, nem. az jutott még szint. eszembe, hogy természetesen az öreg horálki mestertől nem szabadulunk meg, sem saját önszántunkból, sem egy könnyen. és még az jutott eszembe, amikor így meséltél, hogy fifik, Fifika olyan, mint a Batmanben, amikor így az égboltra reflektoroznak egy horálkit, és akkor Fifika jön. De azt most nagyon kifog magával cseszni, azt tudod? Mert Na, most itt le, ledolgozzuk, tehát helyette is ö, ö, szárad a szánk, Visszajön jövő héten, és amikor bejelentkezünk, akkor valami iszonyat mély, fekete, csöndet be fogok vágni, és na, fifika, akkor most bepótolhatod az előző hetet, 40 percet kérünk tőled egy húzamban. Mi hátra hátradőlünk, megnézzünk egy sorozat epizódot. Vagy közben horákiteszünk. Na, de hogy komolyra fordítsam, olvasói kérdések, és most jellemezném, hogy, hogy milyen kérdések jöttek. Van kérdésetek a podcasthez? Tasnádi Tamás, gép. Kocsis Tamás. Na ez még talán egy érdekes vagy, vagy értelmes kérdés. Van-e annak módja, hogy a lötyit hosszú időre elrakjuk, akár négy-öt évre minőségromlás nélkül? Na, és most nincs itt a Horáki Liquid Grandmaster. Megnézem a telefonom, mert én ezt megkérdeztem egyébként, de lehet, hogy nem válaszolt azóta. Nem válaszolt. És nem ő. Ö, szóval beszéltünk erről, hogy nem tesz jót sem a túl meleg, sem a túl hideg. És ö, ö, életszerű szerinted, hogy négyöt, olyan jó likvidet találsz valahogy négyöt öt évre eltáraznál? Szerintem nem. Szerintem abszolút nem. Én most így próbáltam előszedni az emlékeimet, hogy amilyen likvid megfordult a kezemben, azoknak milyen minőségét megőrzi élettartamot mondtak, és emlékeim szerint kettő év volt a maximum, amit ajánlottak. Nyilván, hogyha ezt nem brutál hideg, hanem hűvös, sötét helyen elteszed, akkor egy-két évig ez működik, de hát itt mint alapvetően szerves összetevőkről van szó nagy részben, eh, szerintem két-három év után ezek tényleg elkezdenek lebomlani és, és átalakulgatni. Hát és úgy, né hogy, négy év az, az hogy nagyon föl. Hozzátesszük, hogy ez nekem újdonság volt, hogy valaki a tojást is lefagyasztja. Na mindegy, maradjunk annál, hogy hús. Tehát, na olyat nem ennék. Lefagyasztom a húst, az sem jó mondjuk tíz évig, ugyanúgy. De nincs nekem az a mínusz 273 fokos hűtőm, hogy mindent az abszolút nulla fokon tároljak, de na szóval az életszerűség ö, példájánál maradjunk, egy decilikvid sem tart addig, hogy érdemes lenne lefagyasztani. Ha meg valakinek annyi likvidje van, akkor azt, az, na, azt hívják, és neki meg nem számít, hogy mennyibe kerül, de most 5 liter likvidet számoljunk már át forintra mert, mert hogyha készet veszel, akkor azt mondod, hogy be vagy szarva, hogy egyszer csak nem lesz, de hogyha meg magadnak keversz, akkor, akkor tényleg annyit keversz magadnak, amennyit akarsz töredék áron, tehát ott megint nem számít, hogy most elrakod-e vagy sem, vagy tudod, van egy jó keverésed, és akkor öt év múlva visszanézel, hogy hú, ennek tényleg kellett az érés, az a 2015, az egy, az egy, az egy jó szezon volt. Emlékszem, nagy meleg volt nyáron, lehet, hogy ez, ez indította be az érést, milyen jó, hogy lefogyasztottam belőle 10 litert. <kül> Meg szerintem az lenne az első, amit a feleségem kidobna, amikor nincs hely mondjuk a, a fagyasztott halnak pillanatok alatt. Mi a szar ez? Tíj! Már repülne is. Ö... Ez tényleg elgondolkodható mondjuk, hogy mekkora mennyiségben kell beszerezni likvidet ahhoz, hogy, hogy ilyen hosszú négy-öt évre gondolkozzál abban, hogy, hogy e, e, e belőle. Ha megkérdezzük Fifikát, szerintem fussunk ezzel vele is egy kört majd legközelebb, tegyük félre ezt a kérdést meg jövő hétre is, mert hogy én azt gondolnám, hogy hogy már maga a, a, a végés és maguk az aromák is ilyen, ilyen távon elkezdenek minőség romlani. Úgyhogy nekem ez a laikus tippem, tehát totál, hogy az rengeteg idő. És ö, nekem az is a szemem előtt van, de a, tehát ismétlem, én sem fagyasztottam sose likvidet, csak mindig előttem van az a gyönyörű, gurulós málna, amit te otthon lefagyasztál, és nincsen gyors fagyasztód, ami a gyors fagyasztás nem azt jelenti, hogy van egy plusz rekesz, ami mínusz 25 fok, hanem tudod, mint az igazi fagyasztóházakban, hogy hogy másodpercek percek alatt lefagyasztja, mínusz ja. tököm tudja olyanra, hogy csontig hatoló. Nincs ilyen edés, aztán lefagyasztod, addig szép, kiolvasztod, és ugye a, a ott, az mondjuk, ott, mondjuk, helyben. mindenféle szerkezetek megbomlanak, ugye, mert a jégkristály szétszabdalja belülről a, a, gyümölcs szerkezetét, de összesik és ilyen trútymák lesz. Úgyhogy már csak ezért sincs nekem ingerencia, mi most, most, komolyan, tehát itt nem tudok annyit itthon tárolni, hogy, hogy elég legyen, tehát az a, mit tudom is én, ha valaki nagyon extra adaggal számol, akkor mennyi kell egy évben? Egy liter. Na, mondjuk, átlag felhasználás. Hát ez, ez bőven bárhova elfér, ágy alá. Úgyhogy Kocsis Tomi-nak én azt mondom, hogy ha nem tudja hol tárolni, hozza hozzám, majd berakom az ágy alá. Azt vagy visszakapja, vagy nem. Szavasz! A Béla is megfejtette egyébként, azt mondta, hogy súlytalanság állapotában mínusz 160 fokon, aranypipettában tartva el lehet tenni négy év, két hónap, 11 óráig, de, de szerintem simán fagyasztóban is eláll. Nem tudom, hát valaki próbálja ki. Eltesz egy litert, és aztán mit tudom is, én elővesz két havonta belőle három cseppet, azt megnézi, hogy rossz-e. Nekem nincs annyi időm, meg türelmem se. Majd megkérdezzük az okosokat, mert bevallottan ehhez sem te tekerni sem tudok, meg likvidet sem szoktam a hűtőben tárolni. Én egy élmény vaper, gőzlér vagyok. Figyelj már azt azért vágod, hogy ez a gőzlér ez nagyon megrekedt a beszédben. Örülök neki. Ugyanúgy, ahogy a lekvid, csak annak sokan nem örülnek. Lehet, hogy a gőzlérnek, sőt, csak az nem jut el hozzánk. Nem baj legalább, ha más nem, legalább ezt hátrahagyom. <laughs> Már megérte élni. bol, mein Führer. Na, úgyhogy ennyi volt. Mondanám, hogy az, értelm, hát, az értelmes olvasói kérdés, de hát úgy látszik, hogy mindenki kimaxolta magát, vagy mindenki tud mindent, hát ez elképesztő. Vagy bújják a, a weboldalt és a játékon förögnek ezerrel. Úgyhogy akit nem érdekel, vagy aki nem hallgatta, vagy egyébként mit tudom is én, az most nyugodtan kikapcsolhatja, sorozat jön. Még hozzá a Fear the Walking ki kell, hogy hagyjam, hisz, nem láttad, ezt megbeszéltük a, az elején, És az a baj, hogy, hogy ez is olyan, elindult az én season 2, azt meg én nem láttam, úgyhogy te megnézted? Nem spoiler ezek akkor, én megnéztem, igen, 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 megnéztem. Várjál, hogy volt, hogy volt vége az elsőnek? Az elsőnek úgy volt vége, hogy elindultak a taktikai atomcsapásos rakéták a különféle fontosságú célpontok felé, mint ja, például várjál, az mikor a labor. Akkor az a hülye gyerek kijött a, az északi sarkról a. Igen, igen. igen, és akkor az volt a vége, hogy ő látja, hogy repülnek a, a bombák. Jönnek a rakéták. A igen. rakéták aha. És innen folytatódott? Innen, pont innen folytatódik. Nyilván a rakéták azok jönnek és, és anélkül, hogy spoilereznék, annyit tudok elmondani róla, hogy elmebetegek az írók, tehát rommára röhögtem magam. Olyan, olyan, gegek vannak benne, hogy betolsz a nevetéstől. Na, na, nagyon jó pofa. Na most akkor már mondtam volna, hogy akkor elkezdem letölteni, de eszembe jutott, hogy hát podcast sáv szél. Jaj, mindegy, nem, nem, adás, nem, után, nem után, után, adás után oda csapok neki. Úgyhogy nagyon-nagyon jó felütéssel indult, nagyon hangulatos volt, össze, ezzel sokat nem spoilerezek, összeverődött a szétszélet banda újra, és, és neki ne durálják magukat a, 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 az új évadnak, mármint a szereplők a sztori szerint jó, jó pofának ígérkezik. Úgyhogy van, van egy könnyed, habos zombis sorozatunk is most már a két véresen komoly másik mellett. Plusz kezdődik nem sokára, ha már zombik, jaj Istenem, az iZombi második évad is jön majd, úgyhogy csőstül jönnek a zombik mindenhonnan. Az volt ez, amit nem tudtam elkezdeni. És arról, hogy most mi lett vége, mi, mi kezdődik, jól elmentünk a, a, a last ship mellett is, hogy arra is most megint várhatunk egy évet. Igen, hát az leszaladt, leszaladt, nagyon hamar vége lett pedig az is egy rohadt jó sorozattal nőtte ki magát nálam. De hát itt van, itt van, itt van, itt van a Fear the Walking Dead, úgyhogy, úgy, hogy az most pótol, és szerintem ez így kurva jó lesz egyébként, hogy, hogy a Walking a már egy adásszünetet mondok, de forgatási szünetében ugye az évadok között nyomják a fírt, amikor annak vége van, indulni fog a Walking Dead, tehát nagyon jó megfogják ám egyébként az embereket, és Igen, nem össz, összekötik a két sorozattal őket. Bármennyire is nincs semmi köze egymásnak a vagy egymáshoz a két sorozatnak, azért pont a, pont a nézőket le fogja kötni, és berendelték abból is a, a harmadik évadot, mint ahogy berendelték a berendelték a is, Igen, úgyhogy örülhetünk. Szóval meg aztán lassan jön a, jön, lassan jön a, lassan jön a Bansi évadzáró, vagy sorozat sorozatzáró. Azt és... mondja, én nem nézem annyira, nem, oh, nem és... izgat, de ha már ilyen, ilyen legendák, akkor mindjárt folytatódik a, a, a Castle, a Supernatural, a, és nagyon sok minden. Hát ugye itt van az ő. Silicon, Silicon Az nekem nem. Miért nem? A sok egyéb mellett nem fért már bele. Majd egyszer, hogyha elfogy minden, akkor az is ott van a listán, hogy... Ja, olyan jó pedig, mikor... Sorozatos mikor bakancs listán. Most néztem megint a... Hát mindig meg kell néznem. A héten volt a Wall Street farkasa. DiCaprio zseniális. Folyton előttem van a... Ahogy dobálja pénzt. Tudod ez nekem? Mi bazd meg? Apró pénz! Az éves fizetésetek. és És ott volt benne az egyik kirúgott uh, szereplő a Silicon Valley-ből a srác ez és annyira fura látni, így visszagondolva egy, egy teljesen más karakter szerepben. Na mindegy. Ami még viszont véget ért, csak azt még szintén nem tudtam fölhozni magam, ugye a nagy uh, rohanás meg teambuilding miatt, az az Under the Dome, amit uh, nem is annyira szomorúan, de de hallottam, hogy mi is lesz azzal a sorozatta? Kasza! <laughs> Kasza. Én, én, már néha szégyeltem, hogy, hogy ezt a sorozatot nézem, és aztán rájöttem persze, hogy, hogy Stephen King, és hogy, hogy hála Isten tanultak abból a, a, Valahogy azt megéreztem, hogy nem szabad néznem a lossztot tehát volt szerintem két-három rész az egész évadból. Ez olyan volt nekem a Lost, mint, mint a Szulejmán. Nézek belőle 10-20 perceket, és, és nem láttam, és büszke voltam rá, hogy és a végén kiderült, hogy jól tettem. Ez is ugyanolyan. És bazd meg, ugyanarra, hát Stephen King, annyira túl volt misztifikálva, meg gubó, meg az anyám kínja, hogy, hogy ezt nem szopták be kétszer. Tehát ugyanabba a folyóba nem, nem lép bele kétszer az ember és szerintem még ez is túl sok volt ebből a sorozatból. A karakterek sem voltak szerintem akkorák. Hát a... a, 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 a hogy hívják? A, a Big Jim Rennie? Hát a, a, az, az zseniális az volt. Az utolsó pillanatig zseniális volt az a fazon, de igen, a, de mellette mindenki más eltörpült. Pedig annyira vártam tőle, hogy jó karakter lesz, ugye a... a mondjad már Walter White mindig itt itt van előttem ez a rohadt izé. Kire gondolsz? Heisenberg aroma és mindig csak ez jut eszembe, hogy Heisenberg meg Walter White, de mi volt a Breaking Bad? Breaking Bad volt. Mi? Hát a, a Walter White-ot Igen. Igen, Na, mit akarsz én, mondani? Hát abból ugye nekem, nekem az elejétől fogva azt hittem, hogy egy, itt is egy rohadt jó karakter lesz, mert én szeretem mindig azokat tovább gondolni, amik az előzőben voltak, és, és aztán még egy szöges ellentéte volt, volt annak a, azt hiszem a DIA ügynök volt, és vagy FBI, nem DIA ügynök. Úgyhogy ott... Ö... Ja, tényleg ő játszott abban, megvan, megvan, hogy miről beszélsz, nem, nem, most esetleg, hogy miről beszélsz, igen, 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 igen ott is nagyot csaptak azért a szerepén. Hát figyelj, nézd meg szerintem az évad sorozat záró végét, fejezd be, tedd föl az íra a pontot az Under the ha másért nem, a Big Jim Renny karaktere az utolsó részben szintén akkorákat fogsz röhögni, hogy már, már csak a, ha másért nem, amiatt érdemes megnézni, mert alkot olyanokat, hogy nem hiszed el. Azt el. hittem azt mondta, hogy nézd meg, és aztán töröld le. De igen, valahogy így. De egyébként optimisták, vagy legalábbis nyitva hagyták, ugyan nem szával sorozat, és nem rendeltek be újakat, meg ilyesmit, de a sztorit úgy fejezték be, hogy akár egyszer majd még lehet belőle folytatás. És még mindig érdekes egyébként, hogy engem a íze a, a izé érdekel, a mi volt, amit néztünk, múltkor is beszéltünk, a V-word Pines, hogy, hogy, hogy még mindig nem tudom, hogy na most mi a tök van vele. Az vége. aztán más honnan mást is hallottam, és, és ezért nem vagyok meggyőződve róla. Nekem a kis sorozat követős alkalmazásomban átfittyett a státusz a Endidre, úgyhogy azért Melyiket nézed? Meg nem mondom neked fejből. Mert én egy alkalmazáson nézem, ott még TB. -t. Series Guide, series guide. Jó, de a, hogy a ról, szoktam még. Traktról veszi az adatokat, uh -huh. nem a sorozatadatokat a TVDB-ről veszi. És ha, hát, volt már fals pozitív, úgyhogy lehet, hogy ez is téved, de, de úgy néz ki, hogy annak vége. De vége egyébként, ha már ilyen vége, vége van vége, a, amit én néztem, nem tudom, hogy te nézted, de azt a jaj, 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 a vészhelyzetes dok is egy más szerepben. Melyik a Falling hely? Skies, Falling Skies. Ja, nem néztem, nem néztem, de ez meg nekem van rajta a a végelet, elvarták a szálakat, kerekvége lett a sztorinak fasza volt nagyon. Falling skies, most nagyon megnézem, igen, a Noah Weil, de az nekem már titkok könyvtárosa marad. Hát, ha egy hangyafasz jobb csak, mint a mint az the dome A titkok könyvtárosa sorozat is egyébként és jön a második év, hát az is folytatódik. Under the Dome az 6-9-et kapott az IMDB-n, tehát így szám alapján nem mondanám, hogy túl rossz. Egy valami, igen. 350 user, nem, 76 ezer mondta, rohadjon el, hogy 10-ből 6-9, hát ja, nagyon engem már ezek a gubók, meg a meg a tudatomban kimegyek, aztán visszajövök, de itt vagyok, és aztán egy év alatt voltam kint, aztán... mint energia, és mi a tököm van? Az előző két évadban még ilyen jó volt, mert ott nem hagyták a levegőbe lúgni ezt az egész bigyót, hogy miért is van ez, és csak szoptak és szenvedtek, a, a haladtak előre valami, nem, igazából a túlélés felé, nem a megoldás felé, mert csak vergődtek ott az események viharában, szerencsétlenek. De hogy az úgy érdekes volt, de aztán most, amikor kibújt a, a szög a zsákból, és előjöttek a farbával ezekkel az éljenekkel, és akkor a kinship, és anyám kinyős. Na jó, Ó, hát most, most spoilerezted el nekem. Igen? Igen. És ne, semmit nem láttál ebből az évadból? De láttam, de a éljenre én nem emlékszem. Mondjuk hiányzik hát, nekem szerintem egy ilyen munkó. három, három, négy rész. De ha belegondolsz, tehát ez se sokkal rosszabb, mint a, mint a Walking Dead. Ott sem mondják el, hogy mitől valamitől kialakult, aztán mégis nézed. Nem, de ott van egy jó sztori. Tehát itt, ö, ott azért keresztül vándorolnak a fél kontinensen. mindig mennek A pontból B pontba, B pontból C pontba, meg minden, de be vannak zárva egy kurva búra alatt. csak <laughs> véges a lehetőség, hogy... Igen, tehát az fél. a búra az olyan kicsi, hogy ott azért nem sok cselekményt lehet összehozni. Jönnek ezekkel a halukkal, meg kimegyek, de nem tudom, hogy bejönnek emberek, de nem tudom, hogy is fárasztó egy idő után. Én abban reménykedem egyébként visszatérve a walking Deadhez, hogy azért, azért a harmadik évad után valahogy valahogy összesodorja időben, síkban a, a sorozat készítője őket. De ezt hát, majd megkérdezem tőle, mikor tudod, megnyerem a, a, a Los Angeles-i utat, és azt mondom majd Körk mennek, hogy a, esküszöm rá a kávéra, akkor csak hogy meg tudjam ezt kérdezni. Úgyhogy kíváncsian várnám, hogy, hogy tök lenne, vannak mind a kettőben jó karakterek. Igen, hatalmas lehetőség mind a két sorozatnak igazándiból. Most. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb biztos, hogy csinálnak ilyen átfedéseket, még hogyha jelenleg nem is az a terv. Hát azért, azért lesz nehéz az átfedés, mert ugye most még időben nem érték utol még, még, még az elejét sem az atlantai történeteknek vagy hát persze, de hogy a Walking Dead az előtörténetnek lehet belefuttatni oda a, a bigyókat, meg, meg ilyesmi, hogy összefuthatnak a Walking Dead-ben egy de azt mondta, Gáboron, Ne, A Kirkman nem. azt mondta, hogy két évadon belül biztos, hogy nem lesz ilyen. Hát nem baj, majd, majd valahogy lesz. Ja, vagy szar, vagy kalaposinas kell csinálnunk egy saját zombi sorozatot, ezt akkor ott ki fog derülni rögtön az első adásba, hogy mi a túl. Minden. Dr dramaturgiai katasztrófa. Igen, csinálunk majd egy ilyen egyévados részt, ami már a feléné meg fog bukni. Nézzük hiányában, az eső elmúlt. Kirod első tíz percében lelőjük a poént, és utána kínzunk mindenkit évadokon keresztül. Hát úgy, mint a, úgy, mint a True detective az első évadnak az első hat része. Én azt hittem, hogy minden fél órában eret vágok. Na, hát ezt is kiveszéltük. Van valami sor ja, igen, meg. van még neked két sorozatod, amiről beszélni akartál. Ö, csak egy szerintem. Ja, show me a híró, annak nem néztünk utána, igen. Nem, nem, igen, az, az azzal nem vagyunk mert Még a múltkor akartam ajánlani, egy beficer nekünk a nyáron a, a, nagy nyári sorozat szünetben egy új végjáték sorozat, az a címe, hogy az The Unbreakable Kimi Schmidt, és nagyon szórakoztató volt, merem ajánlani mindenkinek. Az alap kiindulás az az, hogy egy őrült lelkipásztor, aki itt egyébként nem más, mint a, a medmemből a főszereplő játszik, mint később kiderül. Na az a lényeg, hogy ő elrabolja ezeket a nőket, és 15 évig egy föld alatti bunkerben tartja őket, és azt adagolja nekik, hogy a, a, kint az atom háború elpusztította az egész kinti világot, és nem mehetnek ki, és, és saját szektája van, és, és a többi, és a többi, és akkor úgy kezdődik a sorozat, hogy 15 év után a SWAT kommandó lerédeli ezt a bunkert, és kiszabadítja a lányokat, akik 15 éve azt se tudják, hogy mi van. Ez és érdekes, ki... mert, mert ilyen sztoriról hallottunk, nem egyről. Igen, hát ez ez, 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 gondolja tovább egy vígjáték keretében, és mindenki, a többség az hazamegy a kis életéhez, és Kimi Schmidt úgy dönt, ő az egyik lányzó, aki kikerült, Kimi Schmidt úgy dönt, hogy akkor ő most, ha már kvázi új életet kapott, akkor új életet is kezd, és ott marad New Yorkban, a nagyvárosban, és, és ott próbál érvényesülni, és egészen elképesztő karakterek vannak benne, egyébként össze, összeköltözik egy sztárakarok lenni fekete, meleg énekes csávóval, aki kompletelme beteg. A házi néniük az, hogyha nézed a Gádem című sorozatot, akkor a pingvinnek az anyja a házi néniük. Úgyhogy <laughs> <Ugye>, <laughs> egészen elmebeteg és karakterek vannak benne. Na nagyon szórakoztató volt, hát inkább végig röhögtük az egészet. Ilyen, ilyen könnyed szórakoztató vígjáték nézegetésre nagyon tudom ajánlani, és hát abszurd és hülyeségekkel van tele az egész, de nagyon jó pofa. Akkor ezek szerint most már földolgoztak inga, hogy mínusz négy fog. Mínusz négy fog? Fog. Ja, igen, 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 persze, mostanra visszaállt a, a, a rendes kerékvágásba, úgyhogy igen. Na, ennek mindenki örül. A hallgatók is szerintem. <kül> most mindenkinek egy nagy kő le a szívéről, igen. Ugye. Én megettem még egy sor csokit, és... Túl jól megy a sorod, Csáni. túl jól megy a sorod. Az. Akkor én iszom egy kocs kávét. nem semmi, hogy még ilyenkor is kávézol. Ez nagyon lájtos, csak az ízekedvéért. Ez olyan tipikus amerikai barna kávé. Mm -hmm. Én akármilyen sűrűretön tömtem ott a kávéfőzőt, nem bírtam fekete kávét kisajtolni belőle. Mindig barna fos jött ki. Tudok Tudod pótolni a mennyiséggel. Oh. Na mindegy. <coughs> Húzzuk be a virtuális riglit, aztán, ö, aztán fifikát zaklassuk, hogy ne érezze jól magát ő ott Németországban kin. És ö, ja, és emlékeztessük, hogy hozzon nekünk vásárfiát természetesen. Igen, Ugyanúgy, mint én, én ezt azt. Én neked... Ú, kértél... Várjál? <coughs> Bocsánat, kértél tőle kavicsot? Nem. Hát légy szíves, pótold. De én nem tudtam, hogy nem lesz. De most kérek hát, tőle, hogy csak azon nyomd meg. Hát írd meg neki, az előbb is online volt. <kül> Ö, és akkor találjuk ki a, az adás címet. Most jó, mert nem akar majd mindent a számisztika köré csoportosítani, Fifika, tehát nyugodtan adhatunk neki olyan címet, ami az adáshoz kötődik. <kül> hát. Oh. A mai adás az leginkább a Macilaciról szólt és Buburól. Jó, akkor a mai adás címe a, a William Hanna és Joseph Barber. <laughs> nem, akkor legyen a. Mit nem lehetett elcigizni? Akkor, <laughs> hát, ez a csoki a torkomonakat. Legyen akkor ez, hogy Macilaci, te itt ne elcigizzél. <laughs> Oké, okay, lá lá látom, ahogy Mr. Walder kiugrik a fa mögül is. És és elüvölti magát. Kéne keresnünk egy, egy jó karikaturistát, aki nekünk ezekhez az adás címekhez tudna rajzolni prompt egy ilyen, úgy, 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 látod, tudod, hogy a fa itt csak a fej látszik ki, meg az ujja. Te itt ne no, e no. <laughs> Ritmusosabb lenne, ha azt mondanád, hogy te itt ne cigizzél. Ez a ne elcigizzél, ez. Látod, még kimondva is fura. Úgyhogy, kedves amerikaiak, szokjatok le erről a hülyeségről. Én pedig köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk könnyedebb témákról is, filmről is, amerikai hülyeségről is. Jövő héten újra itt. Nem tudom, hogy akkor itt lesz már Fifi szerint? Hát azt se tudtad, hogy elmegy. Nem, igen, én nem vagyok képbe, úgyhogy... Hát, szerintem nem lesz itt annyi, vagy nem lesz ki annyi ideig, úgyhogy jövő héten már remélem, hogy akkor ö, visszahízunk három főre, és, ö, és akkor vannak itt azok a témák, amik amik ugye kérdésesek maradtak, azt addig jó megköpködjük egymás között a hollandokat, a fagyasztott likvidet, aztán, aztán jelentkezünk újra jövő héten ugyanitt, ugyan veletek. Sziasztok! Amen. Köszi, sziasztok!